Úgy érzem, hogy itt sokat tanulhatok még a Kresszről, mert ez a mindennapi életünkben benne van. Ebből a célból rendeztek balesetmegelőzési közlekedési tábort Győrői Baráton. Idén a Fekete István, a Móra Ferenc és a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor általános iskola diákai vehettek részt a táborban. Ők egy márciusi közlekedési versenyen állhattak a dobogóra, és ezzel érdemelték ki a lehetőséget. Ennek a közlekedési tábornak az előzménye, hogy a Győri Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya 2015. március 16-án rendezte meg a Kiamester kétkeréken című közlekedés biztonsági vetélkedőjét, ahol 16 iskola vett részt ezen a vetélkedőn, ahol a gyerekek az elméleti és a gyakorlati közlekedési ismereti tudásukról adtak tanúságot. Az egyhetes táborban a diákok a Kressz ismeretek mellett a rendőrség életébe is betekinthettek, így számos izgalmas program várta őket. A programok nagyon jók voltak, volt kutyás bemutató, jöttek a bűnügyi helyszínelők, volt itt a Csaba bácsi, akivel kresszeztünk, és ma is felmegyünk biciklikulórára. Lövész, vagyis fegyverbemutató is volt. Ezért tetszik ez a tábor, mert sok program van, és érdekel is a Kressz, és biciklizünk nagyon sokat. Épp most is egy túrára fogunk menni. Vannak nagyon jó programok, tegnap például nyomozás volt, volt kutyás bemutató, bűnmegelőzés, és sok minden más. Nagyon remélem, hogy jövőre is ugyanígy megnyerjük, és a kupát is megnyerjük, úgyhogy nagyon tetszik nekem ez a tábor. A táborba egyébként sokan később is visszatérnek. Zavada Ármin például már évek óta aktív résztvevő. Annyira megtetszett a tábor, meg a programok, meg az itteni verseny, hogy azóta is rendszeresen járok ide segíteni, és idén volt az első alkalom, hogy a másik oldalt vettem részt, és felügyelőként voltam itt gyerekekre vigyázni, programokat megszervezni, ilyesmi. És így is nagyon jó. Az 5-es és 6-as diákok a közlekedés fontos szabályait tanulhatták meg az egy hét alatt, aminek oktatása Gerendai Sándorné rendőrőrnagy szerint nagyon fontos, már az óvodáskortól kezdve. Azok a gyerekek, akik ebben élnek, és ezeket a versenyeket meg programokon vesznek részt, mint közlekedés, ők egészen más szemmel látják a közlekedés során is a világot, ahogy közlekednek a mindennapi életünkben, mert ha belegondolunk, hogy a mindennapi életünkben óhatatlanul közlekedünk, és ők már másképp látják a közlekedést is, és akkor bízunk abba, hogy azokat az tudásokat, amit elméletben ők megtanultak, azt a gyakorlatban is alkalmazzák. A táborban a gyerekek azonban nem csak tanultak, hanem versenyeztek is. A fődíj pedig egy 3 éve alapított vándorserleg volt. A 3 éven keresztül a gyakorló általános iskola nyerte meg ezt a serleget, és ezek azt most a táborban, mivel versenyeket, tehát örökösen versenyeket csinálunk, ami azt jelenti, hogy pontokat érnek el a gyerekek, és itt is, aki a iskolák közül az első helyezést éri el, így megkapja a vándorserleg tulajdonosa lehet szeptember 1-től évzáróig. Csütörtökön a táborozók új ismereteiket azonnal kamatoztathatták is egy hosszú, Ténnyőre vezető biciklitúrán.